Sziasztok! Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a videóban a helyekészen fogunk ládákat nyitogatni, és azt az összeget, amit kinyitunk az oldalon, azt odaadjuk igazi pénzbe a random embereknek, igazából akiket találunk az utcán. És hogyha tetszik ez az ötlet, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és akkor elhozok egy következő részt. Hogyha pedig még nem vagytok feliratkozva, akkor nyomjatok egy feliratkozást. Sziasztok! Tudtok magyarul? Sziasztok! Szeretnétek ingyen pénzt? Nem jut eszembe, de Zoli. Zoli. M. Zoli! Szevasz! Na az a lényeg, hogy ki fogsz most itt nyitni egy ládát. Hadd lássuk, hogy mennyit fogsz kapni. $7 kapsz egy... Na találtunk két lányt, és az lenne igazából a teendőtök, hogy én itt telefonon ki fogok nyitni valamit, és akkor onnan majd fognak pörögni a pénzek. Oké, itt van ez. Rá kell arra menj, hogy open. Hogy kiveszi a telefont a kezemből? Nem is, azért kiveszi, elsajátítja. Na lássuk az elsőből, mit kapsz. Az elsőből egy US, na ez 1.16, ez körülbelül 5 lej. Figyelj, nincsen kicsi, nincsen apróm, ezért fogok adni neked most 10-et. Jó, köszönöm. Oké. Okay. Ez körülbelül igazából olyan 400 forintot nyertek, de nincs apróm, tehát ez így lesz. Pörög a második. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Hopp. Na, ez... hát igen, megint olyan, hogy 15 lejt pörgettem, tehát ez olyan, hogy felfele kerekítünk, tehát 20 lejt fogok adni. Köszönjük szépen, meg lehet be. Köszönöm! Köszönöm! Sziasztok! Így kell csajózni igazából, nem is én kértem az ölelést, hanem így kell ennyi. Ennyit szerezni, ugye? Telefonon fogjuk kinyitni, okay. telefon fogjuk használni, majd meg kell valamit nyom. Nem lázd meg! Nem fog megrázni, ilyen. Nem. Az nem olyan, mint a rágógumi, megfogod, tudod, okay. Kihúzod, és akkor így megráz. Ja igen, és egyébként ebben a videóban mindenki megengedte kivétel nélkül, hogy részt vegyem, és utána meg is köszönték. És meg kell nyomjad. Nem azt ottni, azt a zöldet. A zöldet. Azaz. Na. És most itt valamit fogsz kapni. Mindjárt megmondom, hogy mennyit. Láka 37-est. Lehet 47-est. Na, ott, na, figyelj, az egy M4, $7.20. Wow, mindjárt mondom neked mennyi, neked mennyi. 34 lej, na, 35 felfele kerekít, legyen 40 lej, kapsz tőle most 40 lejt, jó? És üres lett a pénztár, kiürítetted a pénztár számot. És ha lett volna több, akkor többet adtál volna. Hát, nincs, nem volt, nincs több, látod? Jó szagú vagy, veszek ki magam, megszipelj, tudod, itt legyen. Szeretlek. Gratulálok neked, és ezzel a pénzzel... És te ahol fogod játszani, ahol visszajön? Igen. Jó. Igen, az a fog. Az a fog játszani. Köszönöm. Érezd jól magad azzal a pénzzel, és jó dolgokra költsed. Jó, köszönöm, tesó! Azon nekem az... Hey, Guszti, akarj a Guszti! Itt hagyta a pizza szeletjét. Lerakta, hogy bent legyen a videóban, és itt hagyta a pizzáját. Ja, és egyébként, hogyha ti is ki szeretnétek próbálni az oldalt, akkor beírjátok azt, hogy Mzoli, és akkor kaptok ingyen 65 centet, vagy pedig beírjátok, hogy Zoli 15, és akkor minden berakáskor kaptok plusz 15%-ot. Sziasztok! Szeretnétek ingyen pénzt? Igen? Szép, hogy igaz legyen. Jó, hol leszünk fent, majd megnézzük. A YouTube-on. YouTube-on. Nem jut eszembe, de Zoli. M-Zoli. M-Zoli! Szevasz! Na figyelj! Cségóztok? Ja. Cségóztok. Megvan, hogy mi az a ládanyitás? A helyekészen fogok nyitni, és ott, amit fogok nyitni, azt odaadom neked igazi pénzem, oké? Okay? Jó. De semmi trükk. Semmi trükk, én tényleg odaadom. Nyitunk egy ilyen fade ládát, $8 kerül. Menj rá az openre, ja. Lássuk. Egy kézéjel, de kenyörgök neked. $8 egy revolver fade. $6.24, $6, megnézzük mennyi 6 dollár. 25 lej, legyen 30, jó? 30, meg lehet nézni, hogy igazi. És tessék, gratulálok. Na várjál, kiválasztok egy ládát gyorsan. Menjünk, kezdjünk egy ilyen kávart, a $7-os láda. Ezt meg kellek szépen, hogy nyisd ki, menj az openre. Jó. És nyílik is a láda. Hadd lássuk, hogy mennyit fogsz kapni. $7 kapsz egy... Evi Piasimo! Gratulálok neked! Jézusom! Na figyelj! Te ezt kéred, ezt a skint? Vagy kéred a pénzt? A skin. Jó, Steamen felveszlek téged barátnak. Na most nyílik a következő láda. Amiből $6 az körülbelül olyan 30 lej, ami 2000 forint. Poftim, rézzed egy lej, kupa csere, és lássuk, hogy mit nyerünk a harmadik covered ládából. 5-7, $6, ismét egy $6, nem hiszik el, hogy mi történt. Ki kell nyissa egy ládát, és igazából ebből jöhet bármennyi, jöhet akár 200 forint, 300, 500 forint. Na, annyi a teendőt, hogy rámész az openre. Jó. És most látod, hogy pörögnek ezek a fegyverek. Igen. Na és meglátod, hogy mennyit fogsz kapni.
ez most egy, fú, ez mennyi lesz? 8 dollár, 8 dollár, 34, 35, na legyen 40 le. Szerencsétek van, az körülbelül 3000 forint, kicsit kevesebb. És akkor itt van. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Na az a lényeg, hogy ki fogsz most itt nyitni egy ládát, ezt a Knife Life-ot, ez egy 9 dollárs láda, menj rá, és menj rá az Open-re. És lássuk, hogy 9 dollárból mit nyitsz. Amit nyitsz, megkapod innen a pénztárcából, igazi pénzben. Ha kés nyitsz, jó, ez egy AWP Fiverr Dream, 6 dollár 27. Na, hát 30 lej, az szerintem már mindenképp pénz. 30 lej, ami annyi, mint 2000 forint. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Szép valami estét nektek. Szép estét nektek is. Nyitunk egy ilyen fasz a kis 7 dolláros covertet. Na, kérdés. Menj rá. Jó? Jó, és kukám. Mehet. Aha, open. Okay. És lássuk, hogy a 7 dollárból mit nyitsz. Hadd lássuk. Hát ebben nem nagyon lehet rosszat nyitni, hogy nézem. Na, egy P250, 3,93, 3 dollár az olyan, 4 dollár az 16 lej, hát akkor ez 20 lej. Nem hiszem, Dragon Lore jobb lett volna, de most is. 20 lej, de lehet, hogy te nagyobbat fogsz nyitni. 20 lej, csak hogy jöjjön meg a kedved. Ott van 20 lej. Én azt mondom, hogy te is nyisd ki egy ugyanilyen ládát, jó? Oké. Lehet nagyon fog jönni, lehet 40-et fogsz kapni. Lehet 50, lehet 10-et, lehet 10-et fogsz kapni. Nagyon kíváncsi vagyok, izgulok helyetted is. És ebből egy, na ez egy 6-7 dollár, 4-9 és 5 dollár. 5 dollár, azon 25 lej, 30 lej, 30 lej, felfele kerekítünk persze. 30 lej, nagyon szívesen, és köszönöm szépen, nektek is további szép estét, sziasztok. Mi keressünk, menjünk, gyertek. Rá kell, menj arra, hogy open. Szuper, eddig jó. Eddig rendben. Itt most már valamit biztos, hogy fogsz nyerni, csak még nem tudni mennyit. Még nem tudni mennyi pénzt. Na hát ez 3,84 dollár. 4 dollár az mennyi 4 dollár? 16 lej. Kerekítsük fel, legyen 20. Te nyertél 20 lejt, én ezt most oda is adom neked. 20 lej, körülbelül 1500 forint. Körülbelül, igen. Itt van, tessék. Nagyon szépen köszönöm, hogy szerepeltetek. Nagyon szívesen. És akkor srácok, itt történt egy olyan dolog, ami azért nem mindennapi. Igazából ezt ön elvehette volna ezt a pénztárcát. Jó, de én úgyis, ha nem jöttél, én maradok egész 11-12 óráig, ha nem jöttél, akkor belelöktem egy postaládába, vagy odattam egy rendőrnek is, úgy meg hazajutottam. Ezt nagyon szépen köszönöm, ezt a szándékát. Ez ilyen ember, mint ön, azért ritkán létezik, azért valljuk be. Tehát sokak, akik akár jobb helyzetben is vannak, megfogják és elszaladnak vele. Igen. Tehát azt a pénzt, azt költse ételre, vízre, és minden olyan dologra, amire önnek szüksége van. Amire szüksége van. És további szép estét kívánok. Köszönöm szépen, minden jót nektek. Köszönöm szépen, viszontlátásra. Kiesett a pénztárcám, és észrevette, és azt mondta, hogy kiesett, nem pedig kivett belőle pénzt, kivett belőle bármilyen adatot, hanem megfogta, megtartotta magánál, visszamentünk, és ideadta nekem vissza, és szerintem egy hatalmas, meg tiszteletre méltó dolog volt az úriembertől. Na, srácok, a lényeg, hogy nagyon-nagyon eltelt az idő, és már hazamentek igazából, akik voltak ugye velem, hogy segítkezzenek, és mindenképp csekkoljátok Instán és YouTube-on őt. Na, és itt is vagyunk számítógép előtt. Hú, skacok, azért ez egy kemény menet volt, viszont nekem nagyon tetszett, és nagyon tetszettek a reakciók. Na, de ezen kívül még nagyon fontos, hogy jöttek be új ládák erre a weboldalra. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Killjoy-ra. Ez egy megfizethető új láda, igazából nyissunk egyet belőle. Szerintem így kezdésképpen, aztán hogyha tetszik, és úgy vagyunk vele, akkor kinyitunk egyszerre többet is, és az elsőből, hát ez 17-ből 9. Hát próbáljunk meg kettőt inkább ebből, hát ha 35-ből bead valamit, bár nem tudom. Reménykedünk, 35-ből jön egy statrak SG, az jó. Tehát, hogy a nem statrakos drágább, mint a statrakos. Egy srác nyitott egy Asimovot a coverből, ebből lássunk 5-öt. Tehát ez nagyon kinyitotta azt az Asimovot. Nagyon durva szerencséje volt a srácnak, és eladjuk, és ami nekem tetszik, az a Knife Life, azt én nagyon-nagyon szeretem. 45 dollárba kerül 5 darab, és Statrak Fever Dream nagyon jó lesz. Lássunk olyan ládákat, amiket még nem nyitottam, mert számosan láda van egyébként ezen az oldalon, amit nem nyitottam, és elég érdekes. Például ez az Izako láda, ebből 5-öt simán, mert szerintem 27,5-ért. Nincs benne sok skin, ahogy látom, így ezeket lehet nyerni, amiket láthattátok, és
A Star Trek Water Elemental az nagyon-nagyon jó. És a Star Trek CZ, na ez egy jó láda volt. 25-ből csináltunk 32-t talán. Ezt próbáljuk meg még egyszer, és reménykedünk, hogy jó lesz. Ez eddig egy nagyon, na, és három Star Trekos skin. Viszont ez már nem hozta vissza. A 80 milliós láda még az a láda, ami nekem nagyon adja, és ezt nagyon szeretem ebből. Próbáljunk meg 5-öt. És majdnem beadott egy kést, majdnem ott volt. 38-at nyitottunk 37-ből, na az nem rossz. A prémiumból lehet shardokat, itt a facecamtől nem látjátok, de ezeket a shardokat meg lehet szerezni, és a hotrodból már van 3 shardom. Hát nyissunk 3 prémiumot, vagy legyen inkább 2 prémium $58. Kicsit merész próbálkozás, de hát ha beadja 58-ból egy nagyot. Az Aquamarine Revenge az jó lesz, és egy Asimov nem, nagyon rossz. Minlád a $36 kerül, ebből lássunk 2-t. Mean. Nem tetszik már a neve sem. A Star Trek Frontside Misty az nagyon jó, igen. Meg ebből ezt is Factory New-ba kaptuk. Viszont 41-et nyitottunk 72-ből. A Knife Life eddig az a láda, amelyik nekem a legjobban tetszett. Ebből kinyitunk még 5-öt, és 45-ből ilyen semlegesek. Tehát lássuk ezt a Skirm is, ez is még egy új láda. Ebből lássunk 5-öt. 32-be kerül 5. Nagyon sok kés itt megcsapja a szememet hirtelen. Lássunk ebből a skirmisből 5-öt, és nem ad be egy kés sem. Én még megadom az esélyt a prémiumnak, azért a végére hadd lássuk, hogy mennyi szerencsénk lesz a prémiummal. És na, a Neon Revolution az nem rossz. 29-ből 20 át a prémium. Az régen adta, de most már annyira nem adja. Nagyon szépen meg szeretném köszönni, hogy megnéztétek ezt a videót, és remélem, hogy tetszett az ilyenfajta ládanyitás, és hogyha szeretnétek még ilyen típusú nyitásokat, mindenképp nyomjatok egy lájkot, és akkor hozok még nektek ilyesmiket. Találkozunk a következő videóban, addig is lehetek jók, és sziasztok!